Köszönjük szépen, hogy pontosan visszaérkeztetek a szünetről. Köszönjük. Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Lagzi Karesz vagyok, mellettem elragadó feleségem. Én Lagzi Böbe vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Mi vagyunk a PPH egyik 8-as szintű vezetőházas párja. Nagyon örülünk, hogy megtisztelnek minket jelenlétükkel a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet- és emberismeret fejlesztő rendezvényén. Először is megkérem Önöket, hogy a mobiltelefonjukat kapcsolják ki, vagy némítsák el. Köszönöm. Érdemes otthon is megtenni ezt, kivéve azoknak, akik ezen nézik vagy hallgatják. Nagyon érdemes jegyzetelni, mert a szó elszáll, de az írás az marad. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. Ugye sokszor elmondtam, régen a magyarok a királyt is tegezték. A PPH előtti foglalkozásom, hát eredendő szakmám az géplakatos volt. Mára viszont a PPH üzletépítés és a tanulói csapat szervezés a fő tevékenységem. Békés Csabán élünk, mondhatom azt, hogy nem csak házas, de nős is vagyok. A PPH előtt férjemmel egy másik network marketinges cégnél is tevékenykedtünk vezetői pozícióba, de mára viszont a PPH üzletépítés és a tanulói csapat szervezés a fő tevékenységünk, amit a mai napig életem legjobb döntésének tartok. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 36 éve foglalkozik emberekkel, és 32 éve van saját szervezési csapata, illetve közössége. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond. Ugyanis azok úgy szoktak bekövetkezni, ahogy mondja. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása és képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi ezen a bolygón. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy vezetésével 4 különböző területen érte a szervezetünk piacvezetői pozíciót, úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. A mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes. Közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Megkérem mesterünket, alapítónkat, vezetőnket, a nemzetközileg elismert mesterkócsot, Szedlacsik Miklóst, hogy fáradjon ki a színpadra, és tartsa meg a mai bemutató előadást. Köszönöm szépen! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Nem? Nem? De azért tök jó, hogy itt vagyunk, nem? Mert így ez egész más. Nem csak itt a teremben, hanem amúgy PPH-sként.
egész másként érzékeljük, főleg azok, akik így elkezdték úgy beleásni magukat a PPH tanulásba és a PPH üzletbe is. Azok egy kicsit másként kezdik el érzékelni a világunkat, mint a legtöbb ember. És hát egy érdekes világunk van, mert bár ez most nem hangzott el, de ugye egy-két gondolat arról, hogy volt nekünk előző tevékenységeink, ugye bár az elhangzott, hogy több területen lettünk piacvezetők, ebből ugye kiderülhetett, hogy voltak előző tevékenységeink, és hát a múltban kifejezetten örültünk annak, hogyha gazdasági válság volt. Miért? Mert az mindig nekünk jól jött. PPH-soknak. Másoknak nem annyira, de a PPH-soknak jól jött. És most is ugye egy olyan világban vagyunk, ahol ez, ami van, az nekünk nem rossz. Sőt, mondhatjuk azt, hogy kifejezetten jó. Pedig hát ugye a fizetőképes kereslet az csökken. Tehát ugye mondhatjuk azt, hogy a középréteg az három részből tevődik össze. Van a középréteg alsó része, illetve volt a középréteg alsó része. Volt a középréteg középső része, meg a középréteg felső része. És a középrétegen kívül vannak a szegények, meg a gazdagok. És hát a középréteg ugye az, mint említettem, három részből állt. Most már az alsó részét azt rendesen megcincálták. Mondhatjuk azt, hogy az alsó része lecsúszott. A középréteg közepe a legnagyobb réteg, hát most annak a cincálása kezdődött, és a középréteg felső része fog megmaradni középrétegként. Ez nem Magyarországon, most nehogy azt itt, hogy ez Magyarországra vonatkozik, ez az összes olyan országra vonatkozik, amelyik mondjuk itt van az EU-ban, vagy valamilyen szoros kapcsolata van az EU-nak, illetve észak-amerikai. Talán még ide lehetne mondani valamilyen szinten Japánt is. Szóval mondhatjuk azt, hogy akik úgy a második világháborúban érintettek voltak országok, na most gondold végig, hogyha lecsúszik a középrétek közepe, akkor te vajon hol vagy most? Nyilván a középréteg más, mit tudom én, Németországban, meg Magyarországon, de akkor is ugyanez a helyzet, nyilván itt egy alacsonyabb szinten van a középréteg közepe, felső része, mint mondjuk Németországban, csak mondom, példa a Németország, lehetne más országot is mondani. De arányaiban ugyanaz a helyzet, mint nyugaton, itt nálunk is, és ha elkezdték a középréteg közepét megcincálni, tehát az, ami azt jelenti, hogy az is el fog tűnni, akkor vajon veled mi lesz? Tehát egy középréteg marad, az a középréteg felső, jelenlegi felső része. Tehát az lesz a jövőbeni középréteg. Tehát magyarul lesz egy igen nagy, széles szegényréteg, lesz egy jóval keskenyebb középréteg, mint ami volt, vagy még akár most van, és lesz egy annál keskenyebb gazdagréteg. Mert a gazdagréteg az
soha nem széles réteg volt, ezután sem így lesz. Sőt, a gazdagok egy része az a középréteg felső részébe fog visszacsúszni. Na most gondold végig, ha egy ilyen kilátás van a jövővel kapcsolatban, márpedig én ezekben nem szoktam tévedni. Hogy mi lesz a jövőben, még nem volt rá példa, hogy tévedtem volna. Szóval a lényeg az, hogy ha ezek így létrejönnek, akkor vajon veled mi lesz? Hol leszel? Gazdag rétegben vagy? A közép rétegben? Vagy esetleg a szegény rétegben? Hát ha most a közép réteg felső részén vagy, akkor valószínűleg megmaradsz a közép rétegben. Vagy a gazdag rétegben vagy, akkor is. Vagy ott maradsz, vagy visszacsúszol a középrétegre, de középrétegben, de nyilvánvaló, hogy nem a szegény rétegbe csúszol be. Na most nem kellene valamit tenned annak érdekében, hogy a középrétegbe maradhass? Vagy esetleg még tovább is léphetnél ezen a dolgon, még akár feljebb is léphetnél. Tehát az anyagi helyzetet elsősorban az anyagiakon mérik. Ezért például azt mondják, hogy a nagyon gazdagok azok, akik dollár milliárdosok. Tehát dollármilliárdosok. Tehát ugye egy milliárdos, mondjuk forintban, az nem annyira gazdag, mint egy dollármilliárdos. Na most, de a gazdagság az nem csak abból áll, hogy van dollármilliárdja. Vagy dollármilliárdjai. Ha jól tudom, már a Lőrinc akárkinek már talán olyan 2 milliárd dollár körül van a vagyona. Vagy afelé közelít. Szóval a lényeg az, hogy nem feltétlenül azt jelenti a gazdagság. Képzeljétek, én a gazdagságról azt tanultam, hogy oda megy, ahova akar, akkor, amikor akar, netán-tán még azzal is, akivel akar. Na most, de az anyagilag független is ugyanezt megteheti. Tehát az anyagilag független is oda megy, ahova akar, azzal, akivel akar, akkor, amikor akar, de van egy fontos pont ezzel kapcsolatban, ami megkülönbözteti a gazdagot az anyagilag függetlentől. Ugyanis a gazdag addig marad, ameddig akar. Tehát aki nem addig marad, ameddig akar, akkor ő csak anyagilag független. Tehát, hogyha egy ultragazdag, mondjuk a Lőrinc, mondjuk addig maradna, ameddig akarna, akkor már nem lenne gazdag. Tehát ő igazából nem gazdag, csak anyagilag független, nem tudom, világos-e. Tehát nem az számít, hogy kinek mennyi a vagyona, hanem az számít, hogy ezt a 4 pontot teljesíteni tudja. Tehát azt, hogy oda megy, ahova akar, akkor, amikor akar, azzal, akivel akar, és addig marad, ameddig akar. Tehát ez nem kell dollármilliárdosnak lenni, hogy ezt valaki megtehesse. Ez az kell,
hogy mielőtt elmondanám, hogy mi kell hozzá, csinálok egy kis bevezetőt ennek. Jó? Tehát sokan azt gondolják, hogy az etika az nem fontos. Sőt, ha megnézzük a gazdagokat, a legtöbb az nem tisztességes úton szerezte a vagyonát. Tehát ami azt jelenti, hogy én szerintem az nem tisztességes, amikor mondjuk az emberek dolgoznak mondjuk egy cégben, és a nyereségnek csak egy, amit ők termelnek, csak egy kis részéből részesednek, és a tulajdonos, aki kevésbé vett részt a termelésben, mert ő gazdag, gyakorlatilag ő zsebre rakja a nyereségnek a nagyon nagy részét. Tehát, hogyha valaki erre azt gondolja, hogy ez tisztességes, akkor neki etikai problémái vannak. Tehát az etikai érzéke az nagyon szegényes. Tehát lehet, hogy ő gazdagnak érzi magát, de az etikai érzék tekintetében bizony szegény. Tehát az azt jelenti, hogy ha az ember az életében teszi a dolgát, akkor annak azon az alapon kellene működnie, legalábbis az én értelmezésemben, hogy az emberek javát szolgálom. Ezen az elven kellene működnie minden olyan embernek, aki arra törekszik, hogy mondjuk átlag feletti minőségű életet éljen. Na most, ha az ember nem törekszik arra, hogy az emberek javát szolgálja, akkor abba belefér, hogy hát elvonunk az emberektől. Most gondold végig, hogyha emberek megtermelnek egy nyereséget egy cégben, és a nyereség nagy részét nem azok kapják, akik hozzájárulnak a nyereséghez, hanem olyan személy, aki megalapította azt a szervezetet, és élvezi annak a hasznát, hát ez egy elvonás. Ezt mondhatjuk azt, hogy tehát, hogyha valaki dolgozik, és nincs megfizetve kellőképpen, mondjuk az értékének megfelelően, akkor ez valamilyen szintű törvényes lopás, érted? Gondold végig. Persze a törvény totál engedi ezt, és nem bünteti, de akkor is az. Tehát ő gyakorlatilag megkárosítja azt a másik szemét. Nem tudom, világos-e. És hogy tisztában legyél alkalmazottként, te így dolgozol. Ha csak nem tulajdonosa vagy a vállalkozásodnak, és azon belül vagy alkalmazott. Szóval a lényeg az, hogy etikai szempontból nekem ez igen-igen nem etikusnak tűnik. És hogyha ezt megnézzük, akkor figyelembe kellene venni, amikor arról beszélünk, hogy jobban élni és
és ebben az értelmezésben gazdag lenni, hogy oda mész, ahova akarsz, akkor, amikor akarsz, azzal, akivel akarsz, és addig maradsz, ameddig akarsz, akkor ebben benne kell lenni az, hogy az ember etikus tevékenységet végez, etikus az emberekhez, nem kizsákmányoló. Van egy jelve, hogy élni és élni, hagyni, stb. Stb. Érted? Tehát nekem ez evidens volt, amióta nekem cégem van. És hát volt olyan helyzetem, amiben anyagi nehézségeink lett cégtulajdonosként. Alapvetően tudod, miért lett cégtulajdonosként anyagi nehézségünk? Mert az alkalmazottaknak túl sokat fizettünk ki, és nekünk nem maradt nyereségünk. Szó szerint. Érted? Tehát akkor még voltak alkalmazottaink. És gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy annyira etikusan próbáltam csinálni, hogy az alkalmazottak tönkretették majdnem a céget. Érted? Szóval, de nem is erről akarok beszélni, hanem arról, hogy kinek mit jelent ez a négy pont, vagy mit jelentene ez a négy pont, ez teljesen relatív. Ez nem azt jelenti, hogy kell lenni 1 milliárd dollárodnak, hanem azt jelenti, hogy oda mész, ahol akarsz, akkor, amikor akarsz, azzal, akivel akarsz, és addig maradsz, ameddig akarsz. Ennek van egy feltétele, hogy tudja az ember elérni. Ezt akkor lehet elérni, hogyha az embernek olyan jövedelme van, ami passzív jövedelem, és megfelelő, tehát a gazdagságnak megfelelő mértékű passzív jövedelem. Tehát ugye akkor tudja megtenni az ember azt, hogy oda megy, ahova akar, stb. Stb. Hogyha nyilvánvalóan az igényeinek megfelelően van elég pénze, nem? Tehát én meg is kérdezném, ki az, aki azt gondolja, hogy az a normális, hogy valakinek, mondjuk egy családnak, vagy ha egyedül élsz neked személyesen, az a normális, hogy nincs elég pénzed. Ezt tegye már föl a kezét. Aki azt gondolja, hogy az a normális. Akkor, ha nem gondolja senki azt, hogy az a normális, hogy nincs elég pénze valakinek, nincs elég pénzed, akkor úgy kérdezném, hogy mi bajod van a pénzzel? Ja, az a bajod a pénzzel, hogy kisgyerek korodban, meg utána nagyobbként is a szüleid a pénzről negatív gondolatokat mondtak? Ja, ez a bajod? Na most akkor mi is a bajod? A pénzzel. Jó kérdés. Tehát, hogyha azzal egyetértesz, hogy az nem jó, hogyha valakinek nincs elég pénze, akkor most megkérdezném, hogy ki az, aki szeretné azt, hogy legyen elég pénze. Oké. Tehát az elég pénz ugye relatív, mert valakinek több ez az elég pénz, valakinek kevesebb ez az elég pénz, nem? De elég pénz. Na most, elég pénzt sokféleképpen lehet létrehozni, de olyan elég pénzt, ahol arról szól a történet, hogy az ember oda mehessen, ahova akar, akkor, amikor akar, azzal, akivel akar, és addig maradjon, ameddig akar, ezt már nem sok mindennel lehet megteremteni a bolygón.
De ehhez, mondom még egyszer, kell elég pénz. És ha valaki nem akar elég pénzt magának, akkor az arra nem tudok jobbat mondani, hogy itt valami baja van belül. Nem? Tehát, hogyha neked mondjuk az elég pénz kétszer vagy háromszor annyi lenne, mint amit most jövedelemmel rendelkezel, vagy rendelkeztek, nekem aztán tök mindegy, hogy neked mennyi az elég pénz. Érted? Tehát nem nekem kell megfelelned az elég pénz kategóriával, hanem magadnak. Hiszen mindenki saját maga érzi, hogy mennyi lenne neki az elég, nem? Bár lehet, hogy oda jutnál, hogy mondjuk kétszer-háromszor annyit lenne a jövedelmed, akkor rájönnél, hogy az mégse elég. Szóval lényeg az, hogy hogy lehet elérni az elég pénzt. Tehát az elég pénzben az nincs benne, hogy mondjuk valaki örökölt elég pénzt. Az nincs benne, hogy valaki mondjuk nyert elég pénzt, jó? Mert az ritka. Maradjunk abban, hogy megteremti az elég pénzt, jó? És ennek mi az egyik legfontosabb feltétele? Most belerakok egy kis tanítást, jó? Nem nagyot, csak egy kicsit. A nagy tanítások nem a díjmentesben vannak. Ha valaki elég pénzt akar keresni az életében, elég pénzzel akar rendelkezni, akkor van egy alap dolog. Meg kell tanulni, nem a pénzért dolgozni. Ez a legtöbb alkalmazottnak felfoghatatlan. Hogy lehet nem pénzért dolgozni, amikor világ életében ő pénzért dolgozott. Ha megnézzük az összes gazdag embert a Földön, ők megtanultak először is nem pénzért dolgozni. Oké? Azt tudod, mit jelent? Hogy nem a pénzért dolgozik, hanem egy eszméért. Vagy egy célért, érted? De nem anyagi cél, hanem szellemi cél. Na most, ugyanis ez is egy kis tanítás lesz, jó? Amit most mondok. Ugyanis négy olyan dolog van, amiért az ember neki áll dolgozni. Ez a négy, a pénz, az érdek, a hit, vagy a kötelesség. Oké? Na most, ha megkérdeznék egy laikust, hogy rakná sorrendbe ezt a négyet? Tehát melyik a legalacsonyabb motivációs szint, és melyik a legmagasabb motivációs szint? Kérdezem akkor a jelenlévőket, akik ezt már tanulták. Melyik a legalacsonyabb motivációs szint? A pénz. Közben az emberek nagy része itt a nyugati társadalomban ezért dolgozik. És akkor azt látod, hogy nem elég motiváltak az emberek? Hát ne csodálkozz! Mi volt a más, mit tennél másodikra, magasabb motivációs szintre? Az érdek. Így van. Tehát ez egy magasabb motivációs szint, mikor az embernek érdekében áll
azt végeznie. Oké? Okay? Melyik a következő magasabb motivációs szint? A hit. Így van. Na most, ha megnézed, a pénz és az érdek, tehát a pénz abszolút anyag. Az érdek viszont már lehet valami szellemi dolog is, nem csak anyagi érdek. Tehát ott van a fordulópont, a váltó. Tehát az már félig meddig anyag, félig meddig szellemi dolog. De a hit az teljes egészében már szellemi dolog. És akkor melyik lenne ennek a négy közül a csúcs? A kötelesség. Na most természetesen a kötelességet úgy éri el az ember, hogy először volt egy szint, amin átment, ez pedig a hit. A hiten úgy lehet tovább lépni, hogy az ember egy kötelesség szintet felvállal. Ha nincs kötelesség szint, akkor a legmagasabb motivációs szintet nem fogja tudni teljesíteni sose. Na most, ez tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ha az ember ezt tudná, akkor elkezdene gondolkodni azon, hogy basszus kulcs, én világ életemben hát pénzért dolgoztam. Akkor lehet, hogy azért nincs elég pénze. Nem lehet, hanem biztos, jó? Tehát lehet, hogy előbb-utóbb arra jutnál, hogy basszus kulcs, hát ezért nincs elég pénzem. Na most, ha az ember valamire rájön, akkor érdemes változtatni azon a dolgon, amire rájött. Ha nem akarsz rájönni, vagy nem akarsz változtatni semmin, akkor kár rájönni bármire. Ja? Na most, adok egy jó tanácsot ezzel kapcsolatban. Jó? Ha nem akarsz bármire rájönni, az tök jó lesz neked, mert nem kell gondolkodnod. Jó? És legalább nem érzed azt, hogy hát ez a gondolkodás mennyi energiát elvitt tőlem. Jó? Szóval lényeg az, hogy itt van ez a négy motivációs szint. És mondom, a kötelesség szintet akkor tudja az ember meglépni, hogyha már legalább a hitben van, és van benne egy kellő elszántság, hogy még azon tovább lépjen. Na most, tehát itt van ez a fránya, pénzért való dolgozás. Tehát az emberek dolgoznak a pénzért, és közben sosincs elég pénzük. Ezért nincs, mert a pénzért dolgoznak. Tehát ezért mondtam az elején, hogy meg kell tanulni nem pénzért dolgozni. Oké? Okay? Ez nagyon sok embernek nagy problémát jelent. Vagy jelentene nem pénzért dolgozni. Tehát elmagyarázom, jó, hogy mindjárt megérti mindenki. Mit jelent a nem pénzért dolgozás? Tehát nincs a bolygón alkalmazott, egy se. Nem tudom, hány alkalmazott lehet a bolygón, sok százmillió, vagy esetleg több milliárd, ki tudja. De egy olyan alkalmazott sincs, aki gazdag lenne. Nincs ilyen.
Ha csak nem úgy alkalmazott, hogy a saját alkalmazottja a saját tulajdonában lévő cégnek. Most őket kiveszem. Jó? Tehát a hagyományos értelembe vett alkalmazott, aki nem tulajdonosa egy cégnek, annak a cégnek, amiben dolgozik, nincs olyan alkalmazott a bolygón, aki gazdag lenne. Az alkalmazottak max a középréteg felső rétegéig jutnak. Az azt jelenti, hogy anyagilag függetlennek tudnak lenni, de nem gazdagok. Tehát ők nem tehetik meg azt, hogy addig maradjanak, ameddig akarnak. Oké? Tehát most gondold végig, tehát kik lettek gazdagok a bolygón, mindnek azoknak, akik saját üzletük van. Mondom, saját üzletük. A saját üzlet meg úgy működött, hogy már dolgoztak a saját üzletükben, és egy jó darabig nem kerestek abból egy vasat se. És dolgoztak, dolgoztak, és egyszer csak úgy elkezdett csordogálni az a pénzecske, az a bevétel. Majd dolgoztak, 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 akkor már több csordogált, de ezeket még mind visszafektették a saját üzletükbe. Hát ez mi a fészkes fene, hanem nem pénzért dolgozás. Tehát tudjuk jól, hogy van egy olyan statisztikai adat, hogy a vállalkozások nagy része tönkre megy az első 3 évben. Azért, mert ők már abból akarnak élni, amit onnan keresnek. És vagy nem tudnak még belőle kivenni pénzt, és ezért tönkre mennek, vagy kiveszik a pénzt, de az meg nem elég arra, hogy megéljenek, illetve nem tudják ezáltal az üzletüket finanszírozni. Tehát ezáltal, gondold végig, az lesz, hogy a vállalkozások nagyon nagy része, mondhatjuk azt, hogy több mint 2/3, olyan 3/4, az tönkre megy 3 éven belül. Tehát ők nem látják ezt a szabályt. Tehát egy üzletbe be kell fektetni. Vannak üzletek, amiben sok pénzt kell befektetni, vannak üzletek, amiben kevés pénzt kell befektetni, vannak olyan üzletek, amiben munkát kell befektetni. Nyilván, ahol kevés pénzt kell befektetni, ott munkát is be kell fektetni. Tehát, de akkor is gondoljátok végig, minden üzlet úgy indult a világban, hogy lehet, hogy az a befektetés, amit beraktak, hogy a vállalkozás, az üzlet elinduljon, évek múlva térült meg, vagy akár több, sok év múlva, érted? De mondom, minden vállalkozás úgy indul, hogy nincs rögtön bevétel. Hát gondold végig mondjuk egy mezőgazdasági vállalkozás esetén. Mennyit fektet be, és mikor fog jönni az első bevétel? Talán az a legérthetőbb egy üzlet esetén. Egy mezőgazdasági vállalkozás. Az is egy üzlet. Vagy egy állattenyésztő vállalkozás, gondold végig. Na most, de minden üzlet így működik, csak kérdés, hogy mennyi idő alatt kezd el jönni a bevétel. Tehát most gondold végig, ha a mezőgazdasági vállalkozó rosszul csinálja
a vetést, meg az egyéb előkészületű dolgokat, még előtte is a vetés előtti dolgokat, mindent rosszul csinál, mennyi bevétele lesz? Lehet, hogy semmi. Ha az állattenyésztéssel foglalkozó rosszul csinálja a dolgokat, szerinted mennyi bevétele lesz neki? Hát lehet, hogy semmi vagy alig. Tehát minden üzletre igaz, hogy jól kell csinálni. Tehát nem elég, hogy munkát kell befektetni. Nem elég, hogy figyelni kell, hogy valamennyit abba az üzletbe vissza kell fektetni. Még van egy harmadik feltétel is, jól kell csinálni. Minden üzletet jól kell csinálni. És az azt jelenti, hogy még ha jól csinálja az ember kezdetektől, akkor is idő, mire elkezd neki az üzlete felfutni. És a sok idő általában, mire nagyon felfut az üzlete. Tehát ez azt jelenti, hogy gondold végig, hogy ezeket a szabályokat az emberek többsége, aki valaha üzletbe kezdett, felrúgta. Felrúgta. Tehát ezért mondtam, hogy az első szabály, hogy meg kell tanulni nem pénzért dolgozni. Nézzük a második szabályt ennek alapján. Meg kell tanulni azt, hogy dolgozni kell az üzletért. Harmadik szabály, hogy jól kell dolgozni az üzletért. Negyedik szabály, hogy valamennyit vissza kell, ami az üzlet működéséhez, működtetéséhez szükséges, vissza kell fektetni az üzletbe. Világos ez? Vissza kell fektetni, a bevételekből kell visszafektetni. Ha még nincs bevétel, akkor zsebből kell visszafektetni. Világos ez? Ha még nincs bevétel. Ezek szabályok, amit egy üzletépítőnek be kell tartani a világon mindenhol, aki üzletet épít. És az üzlet az az én értelmezésben vállalkozás. Világos ez? Nem egyéni vállalkozásra gondoltam, hogy unblock vállalkozás. Beleértve a cégeket, egyéb dolgokat, jó? Ide tartoznak a alapítványoktól kezdve minden. Jó, tehát lényeg az, hogy ezek általános szabályok. Na most akkor nézzük tovább. Akkor, hogyha te személy szerint mondjuk a középrétegbe akarnál maradni, akkor a mai értelemben el kell tudnod azt érni, hogy a jövedelmed az többszöröse legyen annak, mint ami most. Oké? Ha nem veszed figyelembe azokat a szabályokat, amit most én elmondtam, akkor bajba leszel a jövőben. Oké? Tehát azért mondtam, hogy van benne egy kis tanítás. Hogy érd el ezeket, az nem ide tartozik. Hanem hova? A képzéseinkbe. Így van. Pontosan. Tehát, lényeg az, hogy mi kínálunk neked egy üzletet, amivel az én értelmezésemben gazdag lehetsz. Tehát, lehet elég pénzed, és lehet elég passzív jövedelmed ahhoz, hogy megtehesd azt, hogy oda menj, ahol akarj, akkor, amikor akart, addig maradja, vagyis azzal, akivel akarsz, és addig maradja, meddig akarsz. Oké? Ezt meg lehet tenni. Ha ezeket a szabályokat betartod, amit említettem, meg
kellő tudást szerzel abban, hogy jól csinálj egy üzletet. A tudás önmagában kevés. Egy tudás akkor gyarapodik jól, ha tanulsz, és egy időben, vagy majdnem egy időben gyakorlod. Na most, én annó, mondok példát, jó? Hogy világos legyen. Én annak idején autószerelőnek tanultam. 4 éven keresztül. És utána elhelyezkedtem autószerelőként. Hát látták, hogy milyen tudásom van, ezért beosztottak egy szakember mellé, egy jó szakember mellé. És 1 éven keresztül a jó szakember mellett dolgoztam, mint segéd. Tehát a jó szakember mindig mondta, hogy ezt csináljam, azt csináljam, ő kontrollálta, tehát figyelte, hogy mit csinálok, jól csinálom, mert mondta, hogy ne így csináld, úgy csináld. Ez 1 éven keresztül ment. Én az 1 év alatt sokkal, de sokkal jobban megtanultam az autószerelést, mint előtte a 4 éven keresztül. Oké? Sőt, 2 év után már olyan szinten megtanultam az autószerelést, hogy mehettem mestervizsgára. Oké? Elsőre nem mentem át, de másodikra már sikerült. Oké? Tehát lényeg az, hogy mondjuk olyan 2,5 év után nekem autószerelő, vagy 3 év valahogy így, mestervizsgám volt. Érted? Tehát, de hogy tudtam ezt elérni? Úgy, hogy a szakember től többet tanult, több elméletet tanultam, mint az iskolába. Világos ez? De ott azonnal gyakorlatba át kellett vinni az elméleti tudást. Az iskolába hetente 1 gyakorlat volt, és 4 elmélet, érted? 1 nap gyakorlat volt, és 4 elméleti nap. És az azt jelenti, hogy amit tanultunk, nem kellett olyanokat csinálni. Tehát amit nekem a szaki tanított, azt rögtön csinálnom kellett. Nem majd egyszer, rögtön. Tehát ha egy ember egy szakterületet, ami új számára, jól akarja csinálni, akkor amit elméletben tanul, azt a gyakorlatban azonnal használni kell. Nem tudom, világos-e. Erre azt mondanád, hát de mégis kellett az a 4 év elmélet. Na most... Nem. Én ezt megcáfolom neked. Én dolgoztam egy maszek autószerelőnél is, alkalmazottként. És ott volt, képzeld el, egy autószerelő szakember. A mester, akié volt az autószerelő üzlet, nagyon sokszor ehhez a szakemberhez fordult. Ez egy fiatal ember volt. Fiatalabb volt, mint a mester. Nem sokkal, pár évvel. És autószerelés ügyben hozzáfordult ehhez a szakemberhez. Ennek, mint kiderült, míg ott dolgoztam, hát nem is volt semmilyen autószerelő papírja. Semmi. Ugyanis neki az apja volt autószerelő. És ő az apja mellett gyerekként tanulta meg az autószerelést. És sokkal jobban értett az autószereléshez, mint a mester, aki kijárta az iskolát, aki elvégezte a mestervizsgát, sok éves szakmai tapasztalata volt. Érted? És mivel ez a szakember az apja mellett tanult, ezért sokkal hosszabb ideig foglalkozott már autókkal, mint a mester. Érted?
Tehát mondhatjuk azt, hogy kisgyerekkortól ott volt az apja mellett. Na most, tehát nem az számít, hogy elméletben mit tanult az ember. Azzal tudod, mit tudsz csinálni? Fogod a kuka fedelét, és beledobod, jó? Beledobod a kukába. Az számít, hogy ha van, amit csinálni kell, akkor előtte tanulmányozod, hogy mit kell csinálni. Ez megint egy kis tanítás. Módszert megint itt se adok. De egy kis tanítás az belefér. Tehát, ha valamit akarsz csinálni, először tanulmányozod azt, amit éppen csinálni akarsz, és rögtön csinálod, nem tudom, világosan. Nem majd, hanem azonnal csinálod. Tehát most ezt akarom csinálni, jó, hogyan is csináljam, elolvasod, jó, és elkezded csinálni. Világos ez? Na most, nézzük tovább. Tehát itt tudunk neked adni egy üzletet. Nézzünk bele, jó? Egy olyan üzletet, aminek mindjárt, pillanat, itt van. Beszéltem arról is, hogy etika. Ahol a bevétel 25-től 77,6%-a illeti téged, ha dolgozol, és eredményed van. Tehát, ha eredményesen dolgozol. Mit jelent az eredményes dolgozás? Nézzük meg, mit csinálunk mi. Jó? Vissza. Van egy világunk, amiről az elején beszéltünk. Ha a jó emberek nem tesznek semmit, a rossz eluralkodik a Földön. Jó, maradjunk itt a miért teszünknél. Tehát a jó emberek nem csinálnak semmit, a rossz eluralkodik a Földön. Ezt az eluralkodást, a rossz eluralkodást a Földön egész jól látni. Ennek következménye az általános elbutulás. Na, ezt kellene visszafordítani. Tehát az elbutulást hogy lehet visszafordítani? Eszesedéssel. Jó? Tehát eszesebbnek kell lenni az embereknek. Mi azzal foglalkozunk, hogy eszesebbé tegyük az embereket. Szó szerint ezzel foglalkozunk. Oké? Okay? Minden erre van felépítve, hogy az emberek okosabbak, ezt nem, eszesebbek legyenek, jó? Tehát eszesebbek. Az okos azt gondolja, ugye az okosságra azt gondolják az emberek, hogy azzal, hogy mit tudom én, egy szakmát elvégzett, ő már milyen diplomája van, ő már milyen okos ember. Nem. Az eszesség azt jelenti, megmutatom, jó? Hogy ezeken a területeken egyre jobban és jobban boldogul az illető. Ez jelenti az eszesség. Oké? Okay? Tehát ez jelenti, hogy ezeken a területeken egyre jobban és jobban boldogul. Na most tehát, mi azzal foglalkozunk, hogy eszesebbé tegyük őket. Ezt úgy csináljuk, hogy vannak rendszeres képzéseink. Nézzük, hol van. Most egy kicsit így szaladgálok benne, de muszáj. Itt van. 30 óra havonta. Ami igénybe vehető, személyesen, interneten, ahogy ott látjátok. Tévén, rádión, hangfelvételen, videófelvételen. Tehát elég széles paletta.
Kétszer van egy héten képzés, ezeket a képzéseket én tartom. Én képezem az embereket 93 óta, és 93-tól vezető képzéseket is tartok. Tehát aki vezetőket képezett, az azért nem annyira buta ember. Szóval, az értéke a képzéseinknek havi szinten 200 ezer forint. Mennyi a tandíj? Páratlanul kedvező azért, hogy minél több embert eszesebbé tudjuk tenni. Az első hónapban akciósan 19.700, a második hónaptól 12.500 forint. Ha ezt visszabontjuk, a 12.500 forintot, hiszen annyi havonta, a második hónaptól, az 420 forintra jön ki óránként. Az egy nagyon-nagyon kedvező összeg. Semmilyen képzést nem kapsz ennyiért. Semmit. De nem arról szól a történet, hogy akarsz-e itt tanulni, vagy sem. Hanem arról szól, hogy létre kell hozni egy jobb világot, és azt csak velünk lehet megtenni. Nekem van 9 évnyi tudás, amit át kell adnom. Heti 2 alkalommal, esténként, és egy hétvégén egész nap, minden hónapban, egy hétvégén. Ezt át kell adnom. Mert ha nem eszesednek az emberek, akkor ugye azért romlik a világ, mert ahogy elbutulnak az emberek, egyre több és több problémát okoznak. Világos ez? És akkor úgy megkérdezném, hogy vajon annak hol lesz a vége. Tehát annak nincs vége, ha van egy általános elbutulás. Érted? Az általános elbutulás, az tudod, hova fajul? Az, hogy szétesik a társadalom. Úgy, ahogy van. Oda fajul. Az a vége. Na most, hogy annak ugye a következménye mondjuk az lesz, hogy tudom én, törlik az emberiséget, vagy valami egyéb más, ez ebből a szempontból részletkérdés. Én erről részletesen szoktam beszélni, most nem szeretnék. Te most arra gondolsz, amire akarsz, nekem mindegy. Szóval lényeg az, hogy csak arra gondolj, hogyha nem fognak eszesedni az emberek, hanem tovább butulnak, akkor további problémát és problémát okoznak. És ahogy egyre több és több problémát okoznak, egyre nagyobb baj lesz ebben a világban. Na most én szeretném azért mondani nektek, hogy az államfők, kormányfők, kinek melyik jobban tetszik, mindegy, tanácsadókkal dolgoznak. Tehát olyan tanácsadókkal, akik tanácsot adnak nekik. A tanácsadók is emberek. Nekik is van családjuk, és nekik is van érzelmi életük. És a tanácsadók is úgy vannak, hogy romlik a hangulatuk. Ahogy megnézed, mondhatjuk azt, hogy az állami vezetőknek is romlik a hangulatuk. Na most, ahogy romlik a hangulatuk, a tanácsadóknak is, egyre rosszabb és rosszabb tanácsokat adnak az állami vezetőknek. Oké? Ezt, ha nem tapasztaltad meg az elmúlt 3 évben, akkor te valami bunkerben éltél, ahol nem volt se tévé, se rádió.
Tehát mondhatjuk, hogy bocs, de jó nagy bunker vagy. Szóval, lényeg az, hogy ebből látható, amit most elmondtam, hogyha a hatalomban egyre rosszabb hangulatúak az emberek, és egyre több hibát vétenek, a lakosságnak is egyre rosszabb. Oké? Okay? És a lakosságnak a hangulata is romlik, és ezáltal a lakosság is egyre több hibát vét, és akkor ennek nincs vége, ennek egy vége van, szétesik a társadalom. Hogy milyen gyorsan, az attól függ, hogy milyen gyorsan butulnak el az emberek. És ez azt jelenti, hogy ez ellen valamit tenni kell. És nekünk konkrét megoldásunk van erre. Tehát szó szerint eszesebbé kell tenni az embereket, de nem csak arról kell beszélni, amiről én most beszéltem itt az első részben, hogy mit kellene csinálni, hanem az, aki azt mondja, hogy én hallottam, hogy mit kellene csinálni, de én arra is kíváncsi lennék, hogy mit csináljak, mit csináljunk. Érted? Azt úgy hívják, mikor arról a témáról van szó, hogy mit csináljak, vagy mit csináljunk, hogy módszer. Tehát mit tegyünk egy ilyen helyzetbe, mit tegyünk egy olyan helyzetbe, mit tegyünk egy amolyan helyzetbe. Nincs olyan helyzet, amiben ne lehetne tenni valamit. Oké? Nincs ilyen helyzet. Szóval lényeg az, hogy nem az a kérdés, hogy akar-e valaki tanulni, vagy sem, hanem az a kérdés, hogyha nem tanultok, milyen világotok lesz. Ez a kérdés. Oké? És akkor mondja például egyes ember, nem a többség, ezek egyesek. Ó, hát ő neki van tanítója. Aha. És hány? Jó? És milyen módszerekkel tanít? És az élet minden területére annak a tanítónak van tudása? Ma egy ember van a bolygón, akinek az élet minden területére van tudása. Ezt úgy hívják, hogy Szedlacsik Miklós. Oké? Okay. Ha nem hiszed, nyugodtan járj utána. Oké? És ez nem önfényezés, hanem erről a jelenlévők meggyőzöttek. A tanulóink meggyőzöttek. Oké? Tehát nem véletlenül hangzott el, hogy vannak különleges képességei. Tehát én tudok, amit tudok. Oké? Tehát én tudom, hogy mit tudok. Maradjunk ennyibe. Szóval lényeg az, hogy meg kell csinálni egy jobb világot, ahol az emberek eszesednek, és nem butulnak. Ez a jobb világ, ez azt jelenti, hogy sokkal jobb világ. Ez a mi értelmezésünkben szeretett korszak. Tehát most gondold végig, milyen korszakban szeretnél élni egy elbutult, szétrombolt világban, vagy egy szeretett korszakban? Melyikben szeretnél élni? És erre nekünk megvannak még azok a lépések is, hogy mit kell tenni, hogy ez oda el tudjunk jutni. Érted? És ezt másként nem lehet tenni, csak úgy, hogy az ember, aki itt tanul, az neki áll gondolkodni, hogy hoppá, nem kellene nekem szólnom másoknak is.
Mert hogyha ez nekem jó, hogyha itt tanulok, én nem szeretnék jót tenni másokkal. Mert ugyanis ez egy mulasztás, hogyha az ember nem teszi meg, ami több ezzel szeretne, vagy szeretett volna, vagy vele megteszik éppen, mert neki jó, érted? És ő nem szól a többinek, hogy gyere, mert én találtam olyat, ami nekem jó, neked is jó lesz. Tehát gondoljátok végig, itt aki tanul, megint nézzük, hol van? Itt van. Aki tanul, minden tanulója után, ameddig ő tanul, ő itt tanul, jutalékot kap. 25-77,6%-ig, attól függően, hogy a karrierben hol áll. Oké? Tehát itt van egy karrier rendszer. Sőt, azon túl mások teljesítményéből is tud részesedni, 5%-tól 53%-ig terjed összegben. Ameddig ők itt tanulnak. A leghosszabb ideje 28 éve részesedek valakinek a képzéséből. Ez a leghosszabb idő. Az ezt jelenti, hogy passzív jövedelem. Ha sok tanulód lesz, és sok tanuló lesz a csoportban azokon kívül is, akit te hoztál, akkor nagyon sok passzív jövedelmed lesz. Le is van írva. 6, 7, akár 8 számjegyű havi passzív jövedelem. Azért mondjuk, ha lenne úgy havi 8 számjegyű passzív jövedelmed, az már úgy megütné az elég kategóriát, az elég pénz kategóriát. Oké. Okay. Persze a jutalékot azt ugye jogszabályoknak megfelelően használhatod fel. Szóval, ez nem csak egy módszerek tanulása. Nem. Nem csak arról szól a történet, hogy neked jobb legyen az életed. Hanem arról szól, hogy másnak is jobb legyen az élete. Érted? Ne csak nekünk. Minél több embernek jobb legyen az élete. És most van egy kialakulás, hogy kellenek a jövőbeni vezetők, tanítók, akik majd tanítják az embereket, a tömegeket. És kell ehhez, hogy sok embernek sok PPH-s üzlete legyen. Érted? Tehát mindenkinek saját PPH üzlete legyen. Ahol nincs főnök, nincs beosztott, nem kell alkalmazottakat fölvenni, nem kell bajlódni az alkalmazottakkal, nem kell kizsákmányolni őket. Oké? Okay. Lehet működtetni családi üzletben, családi vállalkozásként, ahol a családtagok részt vesznek magában a tevékenységben. Ugye tudjátok, hogy a párkapcsolatot három dolog tartja össze. Egy legalább lenni kell. A közös gyerek nevelése. Ha már felnőtt, akkor már mindegy. Akkor közös családi fészek felépítése. Ha már felépítettétek, akkor már mindegy. És a közös vállalkozás, ebből melyik, ebből a háromból, közös üzlet, közös vállalkozás, ez a harmadik, ebből a háromból szerinted melyiket tudod leghosszabb távon működtetni? Hát miért te a 60 éves gyerekedet is még nevelni akarnád? Vagy hogy gondolod? Hát nem éppen.
Jó? Tehát a közös vállalkozás, és a közös vállalkozás, a közös üzlet, az összehozza a kapcsolatokat. Azt szeretnénk, hogy neked legyen saját PPA üzleted. Az a baj, hogy jobban szeretnénk, mint te. Ez a legnagyobb baj. Hát de el kellene azt érned, hogy jobban szeretnéd, szeressed, hogy legyen neked ilyen, mint... És ha jobban szeretnéd, hogy legyen ilyen neked üzleted, neked is legyen PPA üzleted, akkor hidd el, hogy az a PPA üzlet, az megadja számodra ezt a négy feltételt. Hogy oda mehetsz, ahova akarsz, akkor, amikor akarsz, azzal, akivel akarsz, és addig maradj, ameddig akarsz. Én azt kívánom neked, hogy legyél szabad, gazdag ember. Szeretlek, sziasztok! Hú, nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós mesterkósnak ezt a igen mélyen szántó előadást. Köszönjük! Eszembe jutott egy pár gondolat, itt visszatérnék, ugye Magyarország leggazdagabb emberéről volt szó itt a... Úgy hívja mindenki, hogy Lölő, tehát Lölő, Baba és a 40 testőr, ugye, mert oda megy, ahova akar, akkor, amikor akar, azzal a 40 testőrrel, aki lehet, hogy nem akar menni, de lenniük kell. Tehát én elmondhatom párommal, 8 év alatt elértük azt az eredményt, hogy mi már megvalósítottuk ezt a felállást, hogy oda megyünk, ahova akarunk, akkor, amikor akarunk, addig maradunk, amíg akarunk, és azt csinálunk, amit szeretünk. Pedig mi is átlagemberként indultunk, ugyanúgy, ahogy bárki más, vagy ugyanúgy, ahogy a mesterünk akár, a Szedlacsik Miklós, hiszen ő is átlagemberként indult. Amiket elmondott most ebben az előadásban, tökéletesen igaz az, amiket elmondott, ugyanis mi ezen mind végigmentünk lépésről lépésre. Tehát amikor elkezdtük, lassan 9 éve tanulunk itt, amikor elkezdtük, rengeteg problémánk volt. Ott volt a rossz hangulat, rossz döntések, sikertelenség, stb. Hitelek. Igen, itt megkaptuk a tudást hozzá, hogy azokat a dolgokat megtanuljuk jól kezelni. Attól a problémák megoldódtak, jobbá vált az életünk. Elkezdtük az üzleti lehetőséget is kihasználni. Mert miért ne? Mert ugye miért? Miért ez az egyetlen hely, ahol tényleg meg lehet ezt valósítani? Azért, mert itt szóról-szóra úgy ki van dolgozva minden, hogy itt el lehet érni. Ezt csináltuk mi is. És így, ahogy eleinte ugye mi se tudtuk azt, hogy most vajon igaza lesz a Szedlacsik Miklósnak, vagy nem, nem is tudhattuk. De hittünk benne. Hittünk benne, hogy ő nagyon sokat tud, és próbáljuk ki. Próbáljuk ki, hát ha igaza van. Kipróbáltuk azokat a dolgokat, amiket ő javasolt. Szépen végigmentünk mindenen, megoldottuk a problémáinkat, a párkapcsolati problémáinkat, a hitel problémáinkat, elkezdtük jobban érezni magunkat, még jobban ment az üzletépítés, az emberekkel való bánás, a csapatszervezés, a kötelesség tudat felé jobban tudtunk haladni a problémák nélkül, ezáltal még tovább fejlődött minden az életünkbe, és így jutottuk el oda, ahol most vagyunk, szabad emberként. Nekünk is van már egy saját KFT-nk erre a tevékenységre. Tehát mi, és még csak itt tartunk, mert még nincs vége, de idáig, ahova mi eljutottuk, szóról szóra ezt megéltük, amiről a mesterünk ebben a részben beszélt. És ezt nem csak mi mondhatjuk el, mert nem mi vagyunk egyedül. Itt vannak elől az asztaloknál jó páran, akik szintén alá tudják ezt támasztani. Tehát ezért a Szedlacsik Miklós az egyetlen a bolygón, aki ezt meg tudja csinálni.
mert neki van hozzá mindene. Ez így igaz, tehát folyamatosan ajánljuk másoknak is ezt a lehetőséget. A minap összefutottunk egy ilyen időzőjeles jelölttel, aki azt mondta nekünk, hogy neki megvan a saját mestere. Én megkérdeztem tőle, és módszereket kapsz a mesterettől? Azt mondta, hogy nem, de folyamatosan tud idézni a Bibliából. Én annyit mondtam erre, figyelj csak, a sátán kívülről fújja. Sőt, egy egész fejezet szól róla benne. Rövidre zártuk a beszélgetést, tehát nem közénk való. Igen, és én amikor találkoztam ezzel a lehetőséggel, akkor nekem az is nagyon sokat jelentett, hogy tudjuk, hogy mennyibe kerülnek a coachképzések, de nem csak coachképzés, bármilyen más képzés. Hát, múltkor is nézegettem az árakat, hát bevágtam a lottó ötöst, hogy mennyi, hogy akkor hány számjegy ez, Jézus Máriám. És így visszagondoltam abba, hogy annak idején, mivel anyagi problémáim is voltak, de fejlődni szerettem volna, akartam valamit, akartam egy jobb életet, ki akartam jönni abból a helyzetből, de nem volt annyi pénzem, hogy drága megoldásokhoz forduljak. És amikor az igazgatóm megmutatta nekem ezt a lehetőséget, nekem nagyon tetszett már elsőre. Egyből az volt az első kérdésem, hogy hogy lehet a képzést elkezdeni. 3 napon belül befizettem a képzést, pedig akkor nagyon nem volt pénzem. Egy hétig zsíros kenyeret ettem, de vigyorogtam közbe. Mert tudtam, hogy ez az, ezt kerestem. Itt mindenre megvan a megoldás. Itt saját üzletet is lehet építeni. Ki tudok kerülni az anyagi válságból is. Úgyhogy ezért nagyon boldog vagyok, hogy ezt a döntést hoztam. És szeretném még elmondani azoknak, akik szokták hallgatni a Szedlacsik Miklós ingyenes képzéseit. Tehát amiket a YouTube-on te látsz, azok az ingyenes részek. A képzések természetesen azok már a fizetős részek. A képzésekben teljesen más dolgokat tanulunk, mint amiket az első részben elmond. Ez nagyon fontos, mert sokszor hallottam már azt, hogy a Szedlacsik Miklós ezért pénzt kér. Miért? Hát ami fönt van a YouTube-on. Hát de ezekről a dolgokról mástól is hallhatsz éppen. De hogy amit a képzésben tanít a Szedlacsik Miklós, azt máshol biztos nem fogod hallani. De mint ahogy láttátok, hallottátok, ez a díjmentes rész, tehát az ingyenes, ebbe is volt csepegtetve parányi képzés. Ha belehallgatnál egy igazi képzésbe, akkor döbbennél rá, hogy eddig gyakorlatilag csak a bevezetőket hallgattad. Meg a tartalomjegyzéket nézted a könyvbe. Az volt az előjáték. De arról, hogy miről szól a történet, hogy mitől váltunk mi azzá, amik vagyunk, milyen segítséget kaptunk, milyen komplex módszereket, azt csak akkor tudod meg, ha elkezded a képzést. A képzések a világon a legkedvezőbb áron vannak, tehát 200 000 forint értéke van egy hónap képzésnek, ez most akciósan 19 700 forintért megkapható. Gyakorlatilag egy havi buszjegy ára, nem több. A második hónaptól ez árgaranciával, egy év árgaranciával tudjuk biztosítani neked a 12 500 forintot. Én azt javaslom neked, aki most hallgatsz minket, hogy ne sokat gondolkozzál rajta, hanem kezd el minél hamarabb fejleszteni magad. Annál hamarabb ülhetsz itt az első sorba. Annál hamarabb válthatod valóra azt az álmodat, hogy kiszakadjál a hétköznapi elnyomásból, a munkahelyedet ott tud hagyni, és egy szabad, boldog, független emberré tudjál válni, mint mink. Ha úgy látod, hogy érdekel az ajánlatunk, keresd meg azt a személyt, aki ajánlotta neked ezt a lehetőséget,
vagy aki szimpatikus számodra, és segít neked elindulni a fejlődés útján. Várunk téged is szeretettel. Javaslom, hogy próbáld ki 3 hónapra. 3 hónap értéke, piaci értéke 600 ezer forint. De megdöbbentően csak 44.700 forint, amit ki kell fizetni érte. Gondolkozzatok el rajta, hol kaptok ilyen lehetőséget ma ezen a bolygón? Mert én kerestem, de nem találtam. Már azt mondtam, hogy fizetek annak, aki tud. Még senki nem jött. A következő szeminárium október 15-én lesz, szintén itt a Lurdi házban. A heti webelőadások minden szerdán 18 órakor, vasárnap pedig délután 4:30-kor kezdődnek. A szemináriumot követően PPH klubot tartunk este 8 óráig, ahol lehet kérdezni a saját vezetőtöktől. Megkérlek benneteket, hogy a kitűzőket adjátok le Mariannál, aki autóval érkezett, szintén Mariannál intézheti az ingyenes parkolást, illetve ha esetleg véletlenül valaki egy kulcscsomót talált, akkor azt is legyen kedves, adja le Mariannál. Mielőtt kimennétek a teremből, mindjárt alakítunk egy kört, ahol megfogjuk egymás kezét, mégpedig úgy, hogy a bal tenyér felfele néz, a jobb tenyér pedig lefele. Így van. Köszönjük. Még egyszer köszönjük Szedlacsik Miklósnak a megtiszteltetést, hogy mi lehetünk a mai szeminárium házigazdái. Köszönjük az égieknek a támogatásukat. Köszönjük a rendezők és a technikusok munkáját. Köszönjük nektek az együttműködéseteket és a szeretetteket. Segíts már! Tehát a szeretet, az szeretet. Igen. Így is, úgy is. Majd holnap kimondjuk. Tudjátok, mire gondolok. Tehát széles utat hazafelé, és eredményes napokat kívánunk mindenkinek. Várunk mindenkit szeretettel október 15-én a következő szemináriumon, itt a Lurdi házban. Szeretünk benneteket! Sziasztok!